Na sziasztok, én Super Alex 0102 vagyok, és ma itt lenne velem Ryan. Sziasztok. És ma Sziveklav update-et fogunk bemutatni, ez egy új sorozat lesz, úgymond így a csatornán. Igazából ez csak azoknak az embereknek ajánlott, akik ugye játszanak a Sziveklavon, és érdeklik, hogy igazából mi is történt a szerveren, mi is update. Pontosan részletbe egy update, mert most hiába mondjuk mit tudom, bejött mondjuk MyPet, vagy bármi, akkor részletesebben elmondjuk, hogy mi jött be, hogy kell használni, mert minden igazából az a lényeg, majd meglátjátok pontosan, hogyan is értem. Na mindegy, szóval Ryan ugye itt lesz most velem. Szóval most jött ki nemrég a pár perce, most nyitottuk meg a 3.0-as Sziveklavot. Ahogy látjátok már egyből itt a spawnon, hogy sok minden változott, ugye? Szóval mesélj Ryan, szerinted mik vannak itt idejével? Erről mesélj. Kisebb információt tudhattak meg a spawnon, nem sokat, de itt is türelmesen el lehet olvasni, és örülnék neki, hogyha elolvasnátok. A chestek át lettek rakva ide a spawnon belülre, ugye nem kívül van most már igazából ugyanazon benne, mint eddig. Igen, de ezek még nem elérhetőek, viszont amikor már fent lesztek, biztos elérhető lesz. Most jelenleg ja. Még nem, szóval, hát már itt van benne cucc, de nem ezek a cuccok lesznek. Na mindegy, itt meg igazából... Másik oldal. A információk vannak, ugye van az aukcióház, ami per aukcióval elérhető, és akkor ugye itt mind, itt igazán fel tudtok rakni tárgyakat, mert mindjárt elmondjuk az új piacrendszert, de szerintem azt inkább egy külön videóban fogjuk elmondani, szóval a következő update-ben el fogjuk mondani az új piacrendszert, hogy hogyan is működik. Ebben a videóban leginkább egy a vadont fogjuk bemutatni, az új vadont, mert elég nagy rész a 3.0-as update-nek, ugye? Szóval menjünk be a per warp vadonhoz. Itt is vagyunk, megvárjuk Ryant, itt is van Ryan. Na szóval igazán megmutatom ezt a spawnt, ez nagyon jó lett szerintem, ezt Ryan építette. Elég faszántos lett, gratulálunk még mindig neki. Azt igen, szóval, hát mit is kell ugye tudni erről az új vadonról, miért új, miért nem, hát azon belül, hogy miért, hogy mi új úgymond, szóval miért nem egy sima átlagos vadon? Hát itt le van írva igazából egy kicsi részlet, hogy a világunk egyedik generációval van megoldva, szóval ez már egy új, egy plusz infót tud nektek szolgálni, hogy nem egy átlagos map ez ugye, állítok egy időt, hogy lássatok valamit itt shaders-ben, és direkt shaders-ben vagyok bent, mert szerintem itt szép ez a map. Na mindegy. Ugye, mint az előzőben elérhető egy random TP, viszont ezt csak egy óránként lehet használni, szóval ez is fontos információ, mert sok ember lehet, hogy próbálgatja használni, ezt nem fog sikerülni. Szóval, ha egyszer használtátok egy órában, akkor rakjatok le oda egy homot, vagy valamit szerintem, hogy mégis azért. Mert az a baj, hogy itt környéken ugyanaz a bajom van. Na mindegy, igazán baj. Ha valaki szereti ezt a bajomat, akkor persze nem baj, de... Na mindegy. Szóval, mesélj te is valamit erről az új vadonról, Ryan, mi eddig a tapasztalatod? Hát igazából meg lehet nyugodni, ez nem egy közönséges map, amit letöltöttünk és beraktunk, hanem ugye ez egy külön legenerálásban történt. Ugye, itt sokkal, szerintem sokkal élvezetesebb lesz nektek is a játék, mert azért látható, hogy a fák is epikek, szóval nem ez az alap három blokkos magas fák vannak, hanem ez a rendes, normális fa. Például a hegyek is, nekem az egyik kedvencem a hegyek például. Igen. Aki igen. Szereti nagyon a hegyibe úgymond bemászkálni, meg bázisokat építeni, az imádni fogja ezt a mappot, szóval... Igen, látjátok, hogy ez eléggé hegyes ez a rész, ugye, és mondjuk aki szereti a lapos helyeket, akkor ugye most elkezd aggódni. Hát vannak lapos helyek is, ugye, ezt csak meg kell találnotok. Szóval azért van a random TP, vagy elkezdtek sétálni, az is egy opció. Vagy lóval mondjuk, vagy mit tudom én, valamivel... megkeresitek, ugye? Vagy gyalog akár, vagy flyolva. Attól függ, hogyan akarjátok. Igazából. Na mindegy. Hát a vadonról még nem tudok pontosan mit mondani. Ennyi a vadon igazából. Vannak dungeonök, egyedi dungeonök, vannak egyedi minden NPC bánya is egyedi, szóval a bányák is, nézzétek meg a bányákat, elhozok egy fákját. Ha rány ide tépézzük hozzám, akkor ja, igazából ilyen a új bánya, eléggé epic ez is. Több mob is vannak, szóval az se baj, hogy... Mert előzőben is az volt a baj, hogy egy kicsikét túl kevés mob spannolt, például skeleton, zombi, bármilyen dolog. Azt igazából most már több spannol, ami elég jó dolog szerintem, nem? Igen.
ugye, lesznek kitek is, de mondom, ezeket külön update videókba akarom bemutatni. Ebbe a update videóba inkább a vadont akartam bemutatni, szóval igazából én a vadon. Túlságosan nem tudok több infót adni, mert hát most egy vadon nem lehet annyira sok infót adni. Esetleg most ez a videó után ugye egy pár timelapse-et berakok, hogy megmutassam, hogy milyen biomok is vannak. Szóval ennyi volt igazából ez az update videó, találkozunk majd a következőbe. Itt volt velem Ryan. Sziasztok. És sziasztok.